közösségek. A szombathelyi közgyűlés elfogadta a város civil koncepcióját, és meghatározta a 2018-2022 közötti időszakra szóló feladatokat is. Szánkódomb. Ezen a télen eddig még mutatóban is alig volt hó, az enyhe idő miatt még a hóágyút sem lehetett üzembe helyezni az emlékmű oldalában. Segítség! A Városi Önkormányzat a Szent Márton esélyegyenlőségi program keretében nyújt támogatást a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeknek. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Decemberben tárgyalta meg és fogadta el a közgyűlés Szombathely megyei jogú város civil koncepcióját. Az anyag a már elért eredményeket tartalmazva mutatja be a szombathelyi civil helyzetképet, valamint újabb célokat fogalmaz meg a következő 5 évre az önkormányzat számára. Szombathely önkormányzata 300 civil szervezettel áll kapcsolatban. Különböző pályázati és egyedi támogatást, valamint ingyenes helyiséghasználatot biztosít számukra. Közös pályázatokat valósít meg az együttműködésükkel. Díjazza a jó gyakorlattal szolgáló civil szervezetek munkáját. Emellett a közvetlen kommunikáció és a jó együttműködés megvalósítása érdekében civil fórumot működtet. A munka fő irányelveit a civil koncepcióban rögzítik. A közel 30 oldalas anyagot decemberben fogadta el a közgyűlés. Ez az újabb 5 évre szóló civil koncepció lesz az, ami meghatározza a partneri együttműködésünket a civil szervezetekkel. Az önkormányzat és a civil szervezetek partneri együttműködése azért fontos, mert a városunkban a demokrácia fokmérője. A koncepcióban bemutatják az elmúlt évek eredményeit, a szombathelyi civil helyzetképet, a város civil szervezeteit, az önkormányzattal való együttműködés különböző formáit is. A Vas megyei Civil Információs Centrum például a civilek pályázati folyamatait segíti. Van egy pályázati támogatási rendszer, az ÖTR, amin keresztül a pályázatokat az önkormányzat felé be kell adniunk, és a pályázatok feltöltésében, költségvetések megtervezésében és a szöveges tartalom megfogalmazásában állunk a civil szervezetek rendelkezésére. A megfogalmazott 15 pont között szerepel például a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak ösztönzése, a civil fórum folyamatos működtetése, de a városi nagyrendezvények szervezésébe is jobban bevonnák a civileket. A gyermekek egyik kedvenc téli időtöltése a szánkózás, ennek azonban fontos feltétele, hogy legyen elegendő hó. Ezen a télen eddig még mutatóban is alig volt. Az enyhe idő miatt eddig a szombathelyi emlékműdombon sem lehetett elindítani a hóágyút. Ezen a területen lehet szánkózni, hirdeti a tábla az emlékműdomb aljában lévő parkolóban. Bár tél van, a területen mégis csend honol, és hótakaró helyett a fű zölddel. Pedig ez a terep kiválóan alkalmas a szánkózásra, feltéve, ha van hó. A szombathelyi önkormányzat 2003-ban vásárolt egy hóágyút azért, hogy a hómentes, de hideg időszakokban ennek segítségével hóval borítsák be a domboldalt. Ezen a télen erre még nem volt lehetőség. Ez akkor lehet beüzemelni, hogyha tartósan, tehát hosszú napokon keresztül hideg van. Méghozzá -8-10 fok szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni. Ekkor két nap alatt elkészíthető a megfelelő vastagságú hóréteg az emlékműdombon. A hóágyú úgy működik, hogy a szomszédos csónakázótóból kiszivattyúzott vizet porlasztja szét, az apró vízcseppek a levegőben megfagynak, és hóformájában hullanak le a területre. Az előrejelzések szerint, a középtávúak szerint a következő 2 hétben nem nagyon lesz lehetőség a beüzemelésre. Legutóbb 1 évvel ezelőtt működött, ugye milyen kemény hidegekkel indult a január 2017-ben, és jellemző tendencia, hogy nagyobb igény lenne rá, mint amennyit tényleg ki tudják használni a szombathelyiek. Máskor is előfordult már, hogy az enyhe idő miatt nem sikerült üzembe helyezni a hóágyút. A téli sportok szombathelyi kedvelői azonban így sem maradnak mozgási lehetőség nélkül. A műjégpálya ugyanis nincs ennyire kiszolgáltatva az időjárási körülményeknek, ide február végéig várják a korcsolyázni vágyókat. Sokszor hiába tanul jól vagy tehetséges valamiben egy gyerek, ha a családja nem tudja támogatni az előmenetelét. Az ő elkallódásukat igyekszik megakadályozni az önkormányzat.
Új programkör vonalazódik a hátrányos helyzetű, de valamiben kiemelkedőt nyújtó szombathelyi gyermekek felkarolására. Elsősorban a szociálisan nehéz helyzetben lévő, de tehetséges gyermekekre gondolunk. A cél az, hogy ne legyen a szociális hátrány akadályozó tényezője annak, hogy valaki a tanulmányait eredményesen tudja folytatni. Az alpolgármesteri kezdeményezésre előterjesztett koncepciót az Oktatási Bizottság is tárgyalta, és a legutóbbi közgyűlésen elviekben már el is fogadták. Jelenleg a részletek kidolgozása zajlik. A jelentkezéshez szükséges információ az iskolákon keresztül jut majd el az érintettekhez. A támogatásban az 5. osztályba lépők részesülhetnek, de a kört szociális szempontból pontok alapján szűkítik. További feltétel lesz a minimum 4-es tanulmányi eredmény. Ez a program egészen a középiskola befejezéséig tart, illetve tarthat, és nem ösztöndíj támogatást adunk, hanem bár meg lehet azt mondani, hogy ez gyermekenként egy tanévben 500 000 forint értékű támogatást jelent, de ez inkább ilyen mentorális program, tehát felkészülési lehetőséget, tanácsadást, törődést teszünk meg. Az első évben 5 gyermek kaphat így segítséget, később a felmenő rendszer miatt ennek akár többszöröse is. A programot várhatóan már a következő tanévtől bevezeti a város, az ehhez szükséges forrást a költségvetés tárgyalásakor rendelik hozzá. Január 1-től változott a felnőtt házi orvosok rendelési ideje. Premontreisek a színházban. Sajtótájékoztatót tartott az LMP. Rövid híreink következnek. Január 1-től megváltozott a felnőtt házi orvosok rendelési ideje. Néhány orvos esetében felcserélődött a délelőtti és délutáni rendelési idő, illetve van rendelő, ahol a pénteki betegfogadás páros és páratlan héten cserélődik. Az új betegfogadási időkről a rendelők telefonszámain és a város honlapján lehet érdeklődni. A szombathelyi fogorvosok rendelési ideje változatlan maradt. Rendszeresen látogatják a Vörös Sándor Színház előadásait a Premontrei Gimnázium tanulói. Idén először a Dédi című darabot nézhették meg a diákok. A Valló Péter rendezte argentin tragikomédia olyan mai társadalmi problémákat feszeget, mint a generációk közötti feszültségek és a magány. Az iskola fontosnak tartja, hogy a fiatalok rendszeresen kulturális élményhez jussanak. Ennek része az is, hogy gyakran szerveznek koncerteket, színházlátogatásokat. Többért az embereknek címmel tartott sajtótájékoztatót Ungár Péter, a Lehet más a politika országos elnökségének tagja Szombathelyen. Az ellenzéki politikus szerint a tavaszi országgyűlési választások tétje egy olyan kormány felállítása, amely élhetővé teszi az országot. A zöld párt a gondoskodó szektor tagjainak, azaz mások mellett az ápolók, általános iskolai tanárok bérrendezésében látja a megoldást. Ungár Péter a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy még ebben a hónapban kiderül, kik indulnak Vas megyében az LMP színeiben az országgyűlési választásokon. Még mindig találnak a szilveszteri tüzijátékok zaja miatt elkóborolt kutyákat, több gazda pedig csak most döbben rá, hogy nincs meg vagy nem tért haza házi kedvence. Csak az egyik szombathelyi állatvédő szervezethez néhány nap alatt több mint 30 bejelentés érkezett. Bobit 2010-ben fogadták örökbe, a kutya nagyon érzékeny a zajokra, így gazdái szilveszterkor különösen figyelnek rá. Délután elmentünk vele együtt, a főtér, aztán szépen hazamentünk, és együtt töltöttük a szilvesztert, tehát mi nem engedjük, hogy egyedül legyen, és folyamatosan ugye beszélünk hozzá, simogatjuk, mert nagyon félszegény. És itt a Derkovics lakótelepen sajnos rendet kellene tenni, mert itt már karácsony előtt elkezdik ugye ezt az úgynevezett durrogtatást. Sok dolguk akadt az óév búcsúztatás zaja miatt az állatvédőknek, a megye minden területéről kaptak bejelentéseket megtalált vagy elveszett kutyákról. Az elkóborolt ebek nagy része tőlük már visszakerült otthonába. Napok óta így hívja gazdáit átmeneti ketrecében ez a ház, ki Szombathelyen a Fekete István Állatvédő Egyesület telepén.
Ő egy huszki, és Sorokpolány és Sorki falut között futkározott az átkötő úton, sajnos csip nincsen benne, ő elsőjén került be hozzánk, de szilveszter éjjel találták. Ezt a kutyát eddig még nem kereste gazdája, az állatvédők pedig nem tudják értesíteni, hiszen nincs az állatban a kötelező oltással együtt járó csip, amely a tulajdonos adatait is tartalmazná. Ez a fiatal tacskó is az utcán kóborolt, valószínűleg a pirotechnikai eszközöktől hangos óév búcsúztatás idején szökött meg gazdájától. Csip benne sincs, pedig az megkönnyíteni az állatvédők dolgát. Aki lát egyedül kószáló, kóborló kutyát, mindenképpen jelez állatvédőknek, mert esélyes, hogy esetleg szilveszterkor elveszett, és ilyenkor ugye több 10 kilométert, tehát ilyen 40-50 kilométereket is a pánikba megtesznek a kutyusok, tehát lehet olyan, hogy mondjuk Szombathelyről elindul, és mondjuk Tanakajdon találják meg, vagy még messzebb. Ez a terrier is szilveszter után került ide, egyházas hollós környékén kóborolt, ott találtak rá megmentői. Ezt a kölyköt is az utcán találták, az állatvédők szerint elképzelhető, hogy egy hamar megunt karácsonyi ajándékról van szó, amitől most szabadultak meg gazdái. A hagyományoknak megfelelően az idei télen is ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosít a városi önkormányzat a szombathelyi oktatási intézményeknek. Az akció keretében hétköznap délelőttönként vehetik birtokba a gyerekek a műjégpályát. Hétköznap délelőttönként több mint 100 gyermek fordul meg a szombathelyi műjégpályán annak a kezdeményezésnek a keretében, mely már 3 évtizedes múltra tekint vissza a Vasi megyeszékhelyen. A városi önkormányzat által biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőség óvodásokat, általános, valamint középiskolás tanulókat érint. Az akció nagyban enyhítheti az intézmények tornaterem gondjait. Tudjuk azt, hogy a feltételrendszere kettes-hármas ütközésű tornatermekre adódó gyerekeknél milyen fontos az, hogy ki tudnak jönni itt, természetes környezetben tudnak korcsolyázni, ez egy óriási dolog. Nem minden városban működik, hozzáteszem ezt, ilyen jól és flottul az egész. Volt persze nálunk is, mikor harcolni kellett érte, de megérte a küzdelmet. Az ovis gyerekek zöme még csak most ismerkedik a sportág alapjaival. Sokat esnek kellnek az apróságok, de ezt inkább jó mókának tekintik, nem pedig problémának. Remélhetőleg a későbbiekben állandó vendégei lesznek majd a sportlétesítménynek. Ez az első alkalom, és reméljük a második alkalomra is ez a létszám marad. Nem veszítik kedvüket, mert még azért sok a eső kellő kis gyerkőc, de én szerintem ez változni fog egy-két alkalom után. Az iskolás gyerekek számára hamarosan megkezdődnek a Diákolimpia küzdelmeli korcsolya, valamint jégkorong sportágakban is. Ennek köszönhetően csütörtökönként akár komoly versenyeket, mérkőzéseket is lehet majd látni a szombathelyi műjégpályán. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Mi munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!